Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk sportszelekció műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A Puskás Akadémiához utazik a kisvárdai futballcsapat. 100 pontot dobtak az óbudai kaszásoknak a kék cápák. Válogatott játékosokkal erősítettek a kisvárdai kézilabdázók. Nem született gól a Sényő-Fehérgyarmat megye egyes foci meccsen. Szegeden szakadt meg a nyíregyházi kosársuli győzelmi sorozata. Díjátadó ünnepséget tartott az MLS megyei igazgatósága. Két hét szünet után vasárnap ismét bajnoki meccset játszik a kisvárdai futballcsapat. Révész Attila együttese Felcsúton a Puskás Akadémia otthonában lép pályára. Nem jött jól nekünk ez a kiesés. Ugye a Szolnok ellen nem tudtunk játszani a saját pályánkon, mert nagyon mély volt, sőt még most is alkalmatlan a játékra a talaj. Ezért a múlt hetet kihasználtuk egy picit még a fizikai felkészítésre. Néhány játékos még nagyobb terelést kapott, és hát a héten ugyanakkor azt is hozzátehetem, hogy sajnos kiestünk a ritmusból, ugyan Soroksáron kikaptunk, de szerettünk volna minél gyorsabban javítani, ezért lett volna fontos a Szolnok elleni meccs. Nem találtunk megfelelő pályát. Viszont a héten már egy újabb, nagyon fontos meccs következik, ugye a Puskás elleni rangadó, amely abból a tekintetből nagyon rosszul jön, hogy Soroksáron ugye vereséget szenvedtünk, most sem mi vagyunk az esélyesek, és hát ez nem biztos, hogy jót tesz a lelkeknek, de ez van, ezzel kell megpróbálni, megküzdenünk, és meg is fogunk természetesen. A héten remélem, hogy minden tekintetben normálisan fel tudunk készülni az ellenfélre. A játékosok hogyan kezelik azt, hogy van egy közvélemény felüláradó, és talán egy magukkal szembeni elvárás is, már ami a kimondva vagy kimondatlan feljutást illeti? Igen, ezt nagyon sokszor elmondjuk, hogy nagyon örülünk neki, hogy ilyen sokra taksálják a csapatunkat. Ugyanakkor mi szakmailag látjuk ennek a hátrányait is, illetve azt a kis pluszt, ami kellene ahhoz, hogy valóban ott is tudjunk lenni, és ezek a mérkőzések meg is mutatták, mint például a Sorosár lenni is, hogy azért nem vagyunk olyan tökéletesek, de természetesen az minket igazol, hogy ebből a költségvetésből, mint ingyen játékosokkal egy ilyen egyveleget tudtunk létrehozni, és ilyen sokra tartanak minket, de hát nem csak minket, hanem van rajtunk még 5-6 olyan klubba, amelyeket szintén oda sorolják a feljutás esélyek közé, és hát a legvégén válik majd el, hogy mennyire jók voltak az otcaink. Természetesen a Puskás az magasan esélyes, olyan játékot produkáltak most hétvégén is, amelyet egyetlen egy csapat sem tud. Helyszínen tekintettem meg a Kozár Miskolci meccsüket ebben az osztályban, és hát nem ígérkezik könnyűnek, ez egy óvatos megfogalmazás, de természetesen mi csapatunkban is vannak olyan játékosok, illetve van olyan rendszerünk, amely képes lehet egy-egy mérkőzésen akár meglepetést is okozni. Azt mondják, egy futballista felkészülés után már nagyon várja, hogy meccseket játszon nektek, speciális a helyzetetek, hiszen egy hosszú felkészülés követően volt egy meccs, aztán egy újabb két hete szünet. Hogyan éltétek meg ezt az időszakot? Ha csak tényleg az én szemszögemből nézem, akkor azért a soroksári vereség után talán azt mondom, hogy egy picit jól jött rendezni a sorokat, ugye ott egy elég nehéz mérkőzés játszottunk. Soroksár egész jó taktikát választott ellenünk, sajnos nem sikerült gól alá törni a védelmüket, így vereséget szenvedtünk, úgyhogy itt ugye alkalmatlan volt a pálya a játékra, még azért általában a játékot szoktuk választani, nem pedig az ívelős részét. Így alakult, én azt mondom, hogy így a Puskás ellen talán több időnk van felkészülni rájuk. A Puskás Akadémiának gyakorlatilag mindenki odaadta az aranyérmet már a tavaszi szezon kezdett előtt, ehhez képest, hogy az első meccsen kikaptak, tehát ők sem verhetetlenek. Milyen meccsre lehet számítani, hiszen azért a Kisvárda is megmutatta össze, hogy gyakorlatilag bárkit le tud győzni. Az igazság, hogy amióta MB2-ben játszom, nagyon vegyesek az érzéseim. Szóval itt bárki megverhet bárkit, én előre nem adnám oda senkinek se az aranyérmet. Ugye ezt szokták az eredmények is bizonyítani. Azt gondolom, hogy azért jó pár csapat erősített is ősszel. Mi is megpróbáltunk egy-két játékossal erősödni, sőt azt mondom, hogy inkább mi úgy próbáltunk előrelépni, hogy a csapat egységeket erősítettük a meglévő játékosokkal. Azt gondolom, hogy mindenképp van ott esélyünk. A futballra is mondják azt, hogy a gólokat előrúgják, de hát a meccset hátul lehet megnyerni. Mennyi munkára számít az hátul? Meg hát elől is mondja a szögleteknél, neked az ellenfél kapuja előtt is van feladatod. Ugye én azt mondom, hogy a stabilitás a legfontosabb mindig. Tehát abból kell kiindulni, hogy tényleg ne kapjunk gólt.
Biztos, hogy nehéz lesz nekünk. Ismerem azért jó pár játékosnak a játékát. Személyesen is azért sokukkal játszottam, és tényleg azt mondom, hogy ők is általában a futballt választják, tehát azért megpróbálnak okosan helyezkedni, de most valószínűleg azért megpróbálják megmutatni ellenünk, hogy azért motiváltak is. De azt gondolom, hogy nekünk nem is ezzel kell foglalkozni, hanem tényleg azzal, hogy az első rossz kezdés után mi egy most jó folytatást mutassunk. Megszerezte 11. bajnoki győzelmét a Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák az óbudai kaszásokat verték 174-re. Nehéz mérkőzésre számítottam, mert a héten nem tudtunk közösen edzeni a csapatok, mert a juniorok ugye csütörtök pénteken Szombathelyre Sopronba játszottak, csütörtökön volt egy főiskolás mérkőzésünk, aztán szombaton tudtunk először csapat edzést csinálni. Készültünk nagyon erre az ellenfélre, örülök, hogy így sikerült. Nagyon sok lehetőséget kaptak ismét a fiatalok, és ennek ellenére, hiszen azért, ha ők vannak a pályán, nem ugyanaz, mint valahol kezdődött, és elértétek a 100 pontot, ami azért minden csapat életében egy eseménynek, jelentős eseménynek számít. Örülök, hogy a fiatalok is tudjuk játszatni, ezáltal rutint szereznek. Nem mindig vagyok velük elégedett, azért szeretném, hogyha jobban kaparnának, jobban küzdenének, de örülök annak, hogy meg tud dobni a 100 pontot hazai pályán. 5 forduló van még hátra az alapszakaszból. A bajnokságban elég régóta jó formában vereség nélkül áll a csapat. Mi az elvárás erre az 5 meccsre? Most már az a cél, hogy ne legyen vereségünk. Már a következő mérkőzés Salgótarjánban lesz, az sem lesz nagyon könnyű mérkőzés, de minden mérkőzés úgy, hogy készülünk, úgyhogy győzni megyünk oda is. Nagyon magabiztosan vertétek meg az óbudai kaszásokat, gyakorlatilag 2 negyed alatt eldöntöttétek a meccset. Nehezebbre számítottál? Először is szeretnék gratulálni a csapatnak. Nem, tudtuk, hogy az elején nagyon nagy nyomás fog tenni ránk az Óbuda, de mi tudtuk, hogy magabiztosak leszünk, mint erőlétben, mint dobásformában, mint mindenben. Magabiztosan tudtunk nyerni. Az elején egy picit beragadtunk, de utána kilábaltunk belőle, és magabiztosan tudtunk tovább folytatni a mérkőzést. Most már hetek óta nagyon jó formában játszottok. Minek köszönhető ez szerinted? A csapat harmónia összeállt, a dobásunk is jó, minden időben van, az edzések nagyon jók, kémia működik. Rendszeresen a kispadó száz be, és nagyon jól száz be, pont erősen játszol. Ez minek köszönhető? Erre én sem tudok választani, megpróbálom magamból a legjobbat kihozni. Legtöbbször ez sikerül, ennek nagyon örülök, és szeretnék minél jobban a csapat hasznára válni. 5 forduló van még hátra az alapszakaszból rangadókkal. Következő fordulóban Salgótarjába utaztak, aztán még hátra van ugye a Miskolc és a Hódmezővásárhely elleni mérkőzés is. Mit vársz ettől az 5 meccstől? Igazából ettől az 5 meccsről azt várom, hogy mindegyik nyerhető, mindegyiket meg is kell nyerni, ugye ez a célunk. Az idegenbeli meccs az a Salgótarján lesz, ott szeretnénk nyerni, itthon tudtunk nyerni, szó-szó magabiztosan, de szerintem verhető mindegyik. Ez Salgótarján lesz, csak az idegen, a többi mind hazai lesz, meg még a nagykörös lesz majd, ahova utaznunk kell. De szerintem verhető mindegyik. Két újabb válogatott játékossal erősített a kisvárdai női kézilabda csapat, amelyhez hétfőn csatlakozott a Győrből érkező Tóth Gabriella és a norvég Hanna Ittereng. Hanna Ittereng, illetve Tóth Gabi az most csatlakozott a csapathoz, tehát hétfőn kezd volt az első edzésük a csapattal közösen. Hát mondom, se kell, tehát természetesen elég magasan kvalifikált játékosok, tehát az ilyen játékosoknál a beilleszkedés is könnyebben és gyorsabban megy, hogyha ilyen magas színvonalú játékosokról van szó. Jól mozogtak, látszik rajtuk, tehát hogy komoly képességeik vannak, nagyon jól fog tudni őket használni tavasz során, illetve ki tudjuk küszöbölni most már ezt a ugye rendre problémánkat, hogy mostanában a végjátékokra fogytunk el. A kezdősorról, amikor elfáradt, akkor ott a végjátékokból többet hibáztunk, hogy tudunk frissíteni. Ugye, illetve Urbán Adrián ugye már Győr ellen játszott, de én már a harmadik hete ez a csapattal, és nagyon nagy erősítés, tehát azon a poszton azért voltak hiányosságaink erőteljesen. Mind védekezésben, mind pedig támadásban. Más fog játszani, hogy próbál-e más játszani a csapat, mint össze? Tehát azért ilyenkor már ebben az időszakban nagyon nehéz lenne teljesen új, tehát az őszhöz képest ugye, bár ahogy télen megpróbáltunk, illetve januárban már azok a meccsek voltak, tehát a védekezésben ugyanazok a variációink vannak, 3-2-1-et ugye, illetve 6-os fallal szoktunk próbálkozni. Ezeket próbáljuk tökéletesíteni, illetve a mostani játékosokat beépíteni ebbe a rendszerbe. Az alapjátékaink is ugyanazok, tehát
ilyenkor nehéz azért tartani az új embereket, hogy készségszinten teljesen oda menjen a passz olyan gyorsasággal, bár hogyha azért mondom, hangsúlyozom még egyszer, azért minél magasabb színvonalon tud valaki kézilabdázni, annál hamarabban meg tudja csinálni ezeket a dolgokat. Pénteken a Kispest érkezik, talán nem is lehet kellemesebb ellenfelet kívánni, hiszen ellen egy önbizalom növelő győzelemmel lehetne neki ugrani a további fordulót, ami MS-re számít az. Mindenféleképpen természetesen 2 pontot itt akarjuk tartani, ez nem is kérdés, sőt én szeretném, hogyha egy magabiztos győzelmet aratnánk, az a helyre tevve egy kicsit az önbizalmunkat, tehát úgy egy 10 gól minimum különbséget szeretnénk, bár elsődleges az, hogy a 2 pont legyen meg. Én úgy gondolom ezzel a kerettel, az éppen lassan csiszolódik, amire szükségünk van, ugye bár jönnek azok az ellenfelek idehaza, illetve ebben utazunk, azért 4-6 hét el fog telni. Azok azért a Kispest meccs után, 2-3 jobban mondva, azért azok jók lesznek arra, hogy teljesen beépítsék ezeket az embereket, és akkor már akár komoly csapatok bajszát is meg tudnánk húzgálni. 7 hete már itt készülsz Kisvárdán, de először is arra kíváncsi, hogy hogyan kerültél Győrből ide. Ilyen hirtelen volt ez az egész megkeresés. Igazából nem kaptam annyi lehetőséget Győrben, szerintem onnan gondolták, hogy esetleg lehetőség van arra, hogy ide jöjjek, és segítsem a Kisvárdát abban, hogy stabilizáljuk ma a helyünket itt az NB1-ben, és hogy elkerüljük a kiesést. Milyenek az eddigi tapasztalatok? Nagyon intenzív edzések vannak, nagyon sok edzést tart az Eszter, úgyhogy a fizikai állapotban biztos, hogy nem lesz hiány. Úgy gondolom, hogy a taktikában még többet kell gyakorolnunk, mert azért így, mi az, hogy én szélen mondjuk tudom így a dolgokat, de például a Gabinak ugye új dolgok vannak, úgyhogy még azokat be kell gyakorolni, de úgy gondolom, hogy nem lehet probléma. A tavaszihoz képest jelentősen átalakult a keret, nagyon sok nemzetiségből érkeztek játékosok, és nagyon sok a válogatott játékos. Mire lehet képes ez a csapat, hiszen a riválisokkal gyakorlatilag mindenkivel itthon játszik a Kisvárda? Nagyon nehéz lesz itt az ellenfeleknek, és bízom benne, hogy a lehető legtöbb meccset megnyerjük. Lehet, hogy egy Fradi nehezebb lesz itthon megszorongatni, de szerintem onnantól kezdve bármelyik csapat, remélem, hogy itt meg fog izzadni, és mi gyűjtjük be a 2 pontot. Egy gyakorlatilag hazai egyedülalkonnak számító csapatból, hogy kerültél egy olyan csapathoz, amelyik a kiesés ellen harcol? Volt több komolyabb sérülésem is, és a játékidőmet kicsit emelni kellene. Ez Győrben nem volt lehetséges, úgyhogy most jöttünk segíteni a Kisvárdának is, és szeretném magamat újra a topra felvinni. Ami viszont hasonló lehet a győri csapathoz, az, hogy itt is nagyon sok az idegen légiós, rengeteg nációból érkeztek a játékosok, bármit csak ez a második napot Kisvárdán, milyenek az eddigi tapasztalatok? Ezt a sok nemzetiséget picit nehéz összehozni, én úgy gondolom, de rajta vagyunk ezen. Én azt látom, hogy nincs még nagyon egybe ez a csapat, tehát kellene még dolgozni ezen, hogy jobban tudjunk küzdeni a másikért, úgyhogy ezen dolgozni fogunk, és nagyon remélem, hogy most már nagyon sok győztes meccsünk lesz. 3 mérkőzéssel megkezdődött a tavaszi megyei foci szezon. A Nyitányon a Nyírgyulaj 4-1-re verte a Baktalórendházát, a Tiszavasvári 1-1-1 döntetlent játszott a Gyulaházával, a Sényű Fehérgyarmat találkozó pedig gól nélküli döntetlennél zárult. Ma hiányérzet, ugyanis azt gondolom, hogy tettünk eleget a győzelemért, talán 2 ok miatt nem tudtunk győzni. Az egyik az, hogy jól védett az ellenfél kapusa, a másik pedig a végjátéknál pontatlanok voltunk sajnos. Volt némi átalakulás a téli szünetben a csapatnál. Mi az elvárás, mi a terv tavaszra? Igen, volt elég szép játékos mozgás, 7-en távoztak, 6-an érkeztek. Igazából célként azt tűztük ki, hogy mivel távol vagyunk az élbolytól, odaérni nagyon nehéz lesz. Célként azt tűztük ki, hogy minél több meccset tudjunk megnyerni, amennyit csak lehet. Milyen körülmények között tudtatok készülni, hiszen ez a tél minden csapat dolgát eléggé megnehezítette? Igen, mi hálásak lehetünk a vezetőségnek, hogy lehetővé tették, mi az egész téli felkészülést itt töltöttük a 2 műfőves pályán, vagy Örökösföldön, vagy itt tudtunk edzeni, úgyhogy nekünk gyakorlatilag egy tökéletes felkészülés van mögöttünk. Sérülésmentes volt, jó körülmények között tudtunk készülni. Én azt gondolom, hogy ez vissza is köszönt a játékba, mert azt gondolom, hogy jól játszottunk, egy pici gól hiányzott. Következő mérkőzés?
Következő mérkőzés kettő idegenbeli következik, Rakamazés Balkány. Egyik sem lesz egyszerű, már csak azért sem, mert két jó csapat, másrészt pedig ugye idegenben nem egyszerű focizni sohasem. Mindenképpen a győzelem igényével fogunk fellépni Rakamazon is, és azt gondolom, hogy ha egy picit le tudjuk pontosítani a játékunkat, akkor talán haza is tudjuk hozni a három pontot. Lehet azt mondani, hogy minden szempontból idegen környezetben szerzett egy pontot a fehérgyalmati csapat, mennyire vagy elégedett ezzel a gól nélkül döntetlennel? Annak tudatában, hogy igazából nem nagyon tudtuk, hogy mit fogunk kapni, mert a felkészülés alatt nem nagyon kaptam képet a csapatról. Annak tudatában ez az egy pont jó, illetve az, hogy idegenbe játszottunk, jó, illetve a játékot, hogyha nézem, azt mondom, hogy másik fél de alapján örülhetünk annak, hogy 0-0 lett a mérkőzés. A Szakoly visszalépésével a 7-ről a 4. helyre ugrott előre a fehérgyarmat, gyakorlatilag változtak ennek tükrében a elvárások a célok tavaszra. Stabil középcsapat szeretnénk lenni, hát nyilván most azért nem elégszünk most már meg a 7-8 hely környékével, szeretnénk ott stabilizálni a helyünket ott a 4.-5. hely környékén. Egyébként milyen körülmények között, milyen háttérrel lehet dolgozni fehérgyarmaton? Hát a körülményekről annyit, hogy két pályánk van, hát most így az időjárás függvénye az, hogy tudunk rajta dolgozni, de azt gondolom, hogy azért sokan irigyelnék ezt az állapotot, illetve hát főként önkormányzati támogatásból élünk, azt gondolom, hogy elég tisztességesen, normálisan, nálunk amit ígérnek, azt beszokták tartani, jó ezen a helyen dolgozni, nyilván nem vagyunk egy krőzus csapat, de azért, amit akarunk, azt megkapjuk. Következő mérkőzés? A Balkányt fogadjuk hazai pályán, ott már nem leszek elégedett ezzel a játékkal. Megszakadt a nyíregyházi kosárlabda győzelmi sorozata. Farkasinszky Gyuláni együttese 14 zsinórban megnyert mérkőzés után Szegeden 79-54-es vereséget szenvedett a hazaiaktól. Nem jó dolog, hogy kikaptunk Szegeden, de ez benne volt. Tehát minden tekintetben, tehát aki nézze az eredményeket és látja, hogy a szegedi mérkőzés az igazán vendégcsapat nem nyert az utóbbi időben, tehát egyszerűen vagy annyira jól készülnek, vagy annyira jó a hazai pályájuk, vagy a mi esetünkben azért én kimerem jelenteni azt, hogy volt egy enyhe játékvezetői talán elfogultság is, most nem azt mondtam, hogy elfogyták a mérkőzést, de engedték azt a stílusú játékot, amit a mi csapatunk is igazából nem szeret. Ez igazán kemény, agresszív, esetleg néha már azt mondom, hogy talán a faut határon túllévő dolgokat is, ettől függetlenül nem ez volt az oka az egész vereségünknek. Talán igen, hogy régóta voltunk talán veretlenek, nem sikerült talán úgy a felkészülésünk se, ugyan készültünk ugyanezekre a dolgokra, ami hiba volt, készültünk arra, hogy bekettőzik az Orsit, készültünk arra, hogy a Diát bekettőzik, ott voltak az üres oldalak, hozzáteszem 100%-ig az Itzerbe is képesek voltunk hibázni, tök mindegy milyen védekezési formát választottunk, egyik se úgy működött, ahogy azt mi szerettük volna, ugye, és ehhez még hozzá kell tenni azt, hogy a centerünk az a Vivien, az már rögtön a bemelegítésnél megsérült, az eleve már ugye egy nem megszokott kezdőtössel mentünk fel, és innentől kezdve én úgy gondolom, hogy csak futottunk az eredmény, futottunk a saját játékunk után. Sajnos, ez így sikerült, nincs mit tenni, fel kell emelni a fejünket, küzdeni, hajtani kell tovább, azokat a hibákat, amik itt előfordultak, azt ki kell javítani, és meg kell próbálni a következő mérkőzéseken nyerni. A sportban az a szép egyesületi szinte, hogy nem kell sokat várni a javítási lehetőségre, most is csak egy hetet kell, viszont egy olyan csapat érkezik a hétvégén, amelyik a tabella harmadik helyén áll, a Vasas, aki mindenhol mindenkire veszélyes lehet. Így van, tehát ugye itt megint az a kérdés, hogy a Vasas milyen csapattal fog esetleg megérkezni Nyíregyházára, de az előjelek azt sugalják, hogy komplett és erős sorral érkezik. Na most ugye nekünk azért azt tudnunk kell, hogy a Vivien az nem fog felépülni a hétvégére, és még egy Fekete Dóra is ugye elmegy síelni, mert ugye a főiskolánk most van a kötelező sítáborra, innentől kezdve itt van a lehetőség, fiatalokat bedobjuk a mélyvízbe, aztán lesz, ami lesz. Megpróbálunk mindent megtenni a győzelem érdekében. Természetesen nekünk kellene ez a győzelem ahhoz, hogy biztosan az első helyen maradjunk. Amennyiben ugye ez vereséggel zárul, akkor ugye az egymás ellen eredmények, meg utána még az, hogy ki kivel milyen meccset fog játszani, azt fogja eldönteni, ki végez a tabella elején, és ki a második vagy a harmadik helyen. Bajnoki meccsen meglehetősen régen tapasztalt élményben volt része, Szegeden vereséget szenvedett a csapat. Lehetett volna esetleg másként?
Nyilvánvalóan lehet egy győzelmi szándékkal mentünk Szegedre, ám ugye az, amit édesanyám említett, hogy Vivian megsérült, ez nyilván egy csapat életében azért elég nagy törést tud okozni, amikor a kezdőcenterét elveszíti, lehet az is, hogy ezzel nem tudtunk túllépni, nem tudtunk maximálisan rápörögni. Ugye a hétközi meccsek nekünk általában nem nagyon sikerülnek jól, ezért is nem szoktuk ezt erőltetni, de ugye, hogy itt volt a tini forduló, és ők 16 közéjutásért játszottak, így muszáj volt ezt megoldani, mert a Szeged nem volt semmi másra hajlandó, tehát annyi lehetőséget és időpontot ajánlottunk, de egyik sem felelt meg. Ebből most sajnos így jöttünk ki. Nagyon sok hasonló szituációt megélhettél, mert meddig marad egy ilyen vereség benne a csapatban, főleg úgy, hogy előtte azért gyakorlatilag hónapokon keresztül csak győztes meccseket tudtatok magatok mögött. Én azt gondolom, hogy egy vereség mindig emészti a játékosokat, engem személy szerint legalábbis mindig, viszont bízom benne, hogy jókor jött ez a vereség, ahhoz, hogy esetleg a további céljaink azok megmaradhassanak. Ha a Vasas mérkőzés ugye itt a hétvégén itt lesz, akármilyen sorról is kell neki mennünk, én ettől függetlenül bízom a győzelemben, bízom a kadettkorúakban, abban, hogy ők fel fogják ezt vállalni, és ugyanolyan keményen, ahogy a saját korosztás meccseiken szoktak menni, úgy mennek, és akkor én azt gondolom, hogy ettől függetlenül ez a mérkőzés meg lehet. Ha ez megvan, akkor pedig tudnánk tartani továbbra az első helyünket, játszanák ugye a nyugati csoport negyedikével, és akkor még mindig ott vagyunk, ahol a célunk van, hogy négybe juthassunk. Ismét megtartotta a díjátadó ünnepségét az MLS megyei igazgatósága. Összesen 12 kategóriában vertek át elismeréseket a 2016-os esztendő legjobbjai. A megyei igazgatóság életében egy eredményes év volt a 2016-os esztendő. Gondolok itt a megyei bajnokságaink színvonalára, ugye a Leányunk 15-ös bajnokság és a futsal bajnokságunk erősödött. Emellett ugye a megyei bajnokságainkban nagy harcok voltak a feljutásért, a kiesés ellen, a megye válogatottunk remekül szerepelt, a keleti régió válogatott, amely a megyei labdarúgókra épült, Európát képviselhette, Európában helytállhatott, hiszen EB-s rejtezőket játszott, úgyhogy mindenféleképpen eredményesnek értékelem a mögöttünk hagyott esztendőt. Az mennyire jelent jót, hogy az elmúlt évhez képest nagyon sok új arccal találkoztunk, tehát nem ugyanazok a játékosok, nem ugyanazok a csapatok teljesítettek az elmúlt évben a legjobban, mint egy éve korábban. Nagyon fontos kiemelni, hogy azért ezeknél a díjazásoknál és ezekben a kategóriákban azért nem csak egy ember és nem csak egy csapat neve merül fel. Pont említettem az előbb egy kollégámnak, illetve egy díjazottnak, hogy bizony azért ez egy héttagú stáb volt, egy bizottsági tagok, akik összeültünk, és több mint másfél órá volt, amikor egyeztettünk, hogy még kategóriába ki legyen a győztes, úgy, hogy már egy héttel előtte mindenki megkapta, hogy még 12 kategóriában hirdetünk ma a győztest, tehát mindenki úgy érkezett erre a megbeszélésre, hogy neki a 12 kategóriába fel volt írva, hogy ő szerinte ki a legjobb, és még így is másfél óra hossza volt, míg eldöntöttük, hogy végül kik legyenek. Tehát a megyei labdarúgásunk van olyan erős, hogy majdnem minden kategóriában 2-3 vagy akár még több jelöltünk is volt, és biztos vagyok benne, hogy jövőre is új arcokat fogunk majd itt köszönteni és díjazni. Az MLS megyei igazgatóság által szervezett hagyományos díjköztolgálat, Mirvei László lett az évedzője. Alig ha meglepetés az a Balkely tavalyi eredményei, tavalyi szereplése után. Jól esik, megmondom őszintén. Valószínű, hogy ugye a 42 veretlen sorozatunknak is köszönhető, illetve hát, hogy 6 ponttal vezetjük a bajnokságot. De ez nem csak az én díjam természetesen, hanem a vezetőké, akik megteremtették a feltételeket, és hát a játékosok, akik maximálisan partnerek voltak a munkába. Ugye a sportban többek között az is a szép, hogy egy díjjal a múlt eredményét ismerik el, és a jövőben tenni kell azért, hogy méltó legyen hozzá a illető és a csapat. Hogyan sikerült a felkészülés, ugye egy picit csúsztatva egy hét késéssel kezditek a bajnokságot, milyen felkészülés után, milyen reményekkel? A felkészülésünk nem mondható valami ideálisnak, hiszen az időjárás közbeszólt. Így heti 3 edzőmeccset játszottunk Műfűvön, ez jónak mondható, csak mellette az a futó mennyiség, illetve hát az a minőségi munka, amit a nagypályán végezni kellett volna kint a szabadba, hát azt nem tudtuk maradéktalanul elvégezni, de én azt gondolom, hogy a többi csapat sem tudott igazán jó feltételek között dolgozni, úgyhogy egyenlő eséllyel indulunk. Remélem, hogy az első bajnokinkon már azért látszani fog az, hogy összeértünk, hiszen 4-5 új játékos érkezett a csapathoz. Milyen játékosok érkeztek, mennyire jelentetnek erősítést, hát gondolom azért igazoltátok őket, hogy jobb legyen a csapat. Itt felemások az érzéseim, hiszen a Potornai Márk és a Lipcsei Márk úgy érkezett hozzánk, hogy stabil kezdő lesz, aztán elszakadt mind a kettőnek a keresztszalagja. Most fogják műteni őket, úgyhogy egy fél évig sajnos nem számíthatok rájuk. De a Buka Bence és a Borsi Dávid, ők mindenféleképpen meghatározóak lesznek, és
Van még a Bértecki Tomi, ő Böszörményből érkezett, egy fiatal 19 éves fiú, aki szerintem nagyon ügyes, de neki is idő kell még azért, hogy beérjen. Általános vélemény, hogy a Balkán csak elbukhatja ezt a bajnoki címet, hogy érzed? Ezt mondják, de azért az a 6 pont nem olyan nem olyan nagy előny. Én azt gondolom, hogy ha 12 ponttal vezetnénk, akkor nyugodtabb lennék, hiszen a 3 pontos rendszerben elég 2 zakó, és akkor már befogtak, és azért nem szabad elfelejteni, hogy Nagyecsed nagyon jó csapat, illetve hát erősödött a Mándok, erősödött a Máté Szalk, azért a Fogarasi Zoli jó munkát végez, ismerjük, de ugyanígy mondhatnám, hogy a Vásárosnamény is erősödött, hiszen a Farkas Bélát ismerjük, hogy egy keménykezű edző, rendbe rakja őket, védelmüket erősítették, és még sorolhatnám a többi csapatot is. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon kiegyensúlyozott bajnokság lesz, és nagyon meg kell ezt küzdeni azért, hogy ezt a 6 pontos előnyt tartani tudjuk. Mire számítasz a számotokra első Fehérgyarmat elleni mérkőzésen? Fiatal csapattal találkozunk, Fehérgyarmaton nagyon nehéz nyerni, valószínű, hogy védekező stílusban fognak játszani, nekünk erre fel kell készülnünk, fel is készültünk. Én bízom a fiúkba, hogy azért kijön a nagyobb rutin és a nagyobb tudás, de természetesen nehéz mérkőzésre számít. A 2016-os évi teljesítménye tekintete letti Szabolcs-Szatmár-Berek, vagy a legjobb labdarúgója, számított erre az elismerésre? Megmondom őszintén, nagyon örülök neki, de egyáltalán nem gondolkodtam, hogy létezik és ilyen foglalkozás, hogy a Szatmár-Szabolcs megyei labdarúgó szövetség foglalkozik ilyen dolgokkal is. Amikor Árpi hívott is, mondta, hogy meghívva kaptam errefele diát, de meglepődtem teljes módon, nem is tudtam neki mit szólni, egyértelműen elfogadtam a meghívása, és mondom meg egyszer, nagyon örülök, hogy ez úgy alakult. Az elmúlt éven nagyon magasra tetted a mércét, lehet-e ezt a szintet tartani, és ráadásul a szezon vége felé volt egy nagyon súlyos arcsérülésed? Hála Istenem, most ez a sérülés egy múlt, mert majdnem végig tudtam csinálni alapozás srácokkal, úgyhogy nem is akarok erre visszatekinteni, örülök neki, hogy úgy húztam el, hogy nem volt komoly baj. Másik dolog meg, hát én őszintén leszek, ez nem csak rajtam múlik, ha nincs ilyen edző, ha nincs ilyen csapat mögöttem vagy mellettem, biztos, hogy én egyedül ezt nem tudom megcsinálni, mivel az egész csapat olyan teljesítmény nyújtott, természetesen volt, hogy abban sok jó játékosban egyik így is úgy is kiváló teljesítmény fog nyújtani, és akár ilyen helyen kerülni, ilyen díjat kapni. Örülök neki, hogy én vagyok pont ezen a helyen. Mindenféleképpen fogom törekedni, hogy én is, a csapat is, meg gondolom a mester is próbáljunk ezt a teljesítmény legalább ilyen szinten tartani, ahol vagyunk most. Mindenféleképpen törekedni kell ennél jobban is. Milyen tavaszra lehet számítani, hiszen most már gyakorlatilag másfél éve nem kapott ki a Balkány, és minden ellenfél természetesen szeretné elvenni a Balkány veretlenségét. Tisztában vagyunk ezzel, hogy most amúgy is minden tavaszi bajnokság, mindegy milyen szintről beszéljünk, erősebb, mint őszi. És ezzel tisztában vagyunk az egész balkányi szurkolótól kezdve klubvezetőség. Múlt héten pont volt egy ilyen, úgy mondjuk, nyitó vacsora, és erről kell sor. Egyelőre senki nem akar foglalkozni ezzel, hogy most hány meccset nem kaptunk ki, vagy hogy volt, meg mi volt. Meccsről meccsig fogunk menni, egymás után nézegetünk az ellenfélek, próbáljunk úgy készülni minden egyes meccsre, hogy ezt a széria tovább folytatna, mivel nekünk utolsó is, legutolsó cél az, hogy ezt a bajnokságot megnyerünk, hogy most ezzel fog kelleni veretlenség, vagy minden meccset megnyerni, vagy akár pár meccset kikapni legyen az, mivel utolsó is legfontosabb cél megnyerni ezt a bajnokságot, mivel most úgy járunk. Szerintem mindenki tiszta van ezzel, és mindenki fog tenni oda magát, hogy ez a akár széria, akár pontvadászat tovább is folytat. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.